Több aktualitás kapcsán is kérdezem következő vendégünket, Georg Spötlét, biztonságpolitikai szakértőt. Szervusz, szeretettel üdvözöllek itt a Hit Rádióban. Szervusz, üdvözöllek én is, és szeretettel köszöntöm természetesen az összes hallgatót. Hát kezdjük egy nem túl vidám hazai vonatkozású történettel, hírrel. Arról lehetett olvasni, illetve sajtótájékoztatót is tartott a TEK, hogy egy 45 éves norvég állampolgárságú férfira 9. kerületi lakásában csaptak le, mivel hogy szörnyű pusztítást tervezett elkövetni. Mit lehet tudni erről a 45 éves norvég férfiről, és mire készült? Hát az, hogy egy büntetett előéletű valaki, ezt már lehet tudni. Tehát Norvégiában már többször meggyűlt a baja a törvénnyel erőszakos bűncselekmények miatt. Ezen felül pedig valószínűleg mentális problémákkal is küzdhet, ugyanis hát a híresen őrült, ugye Andres Breivik, aki itt a szigetén 77 embert meggyilkolt, ő volt neki a példaképe, és azt mondta, hogy ő ezt túl szeretné szárnyalni, tehát egy olyan terrorcselekményre készül, amellyel még több embert ölne meg, de hogy ezt milyen formával akarta, hogy milyen eszközökkel, tehát erről nem szól a fáma. Szerencsére ugye lőfegyvert, robbanóanyagot azt nem találtak nála, tehát nem lehet tudni, hogy mire készül, de hát bármikor azért, aki egy kicsit így bogarászik ugye a darkneten, vagy vannak esetleg bűnözői kapcsolatai, az azért hozzá tud jutni lőfegyverhez is, rossz belegondolni, hogyha mondjuk egy zsúfolt plázában, balatonparti strandon, vagy bárhol ugye ez az ember lecsapott volna. Igen, hát borzasztó ebbe így belegondolni is. Azt se lehet, gondolom, még pontosan tudni, hogy egyáltalán ő mit keresett itt Magyarországon. Nem, tehát, hogy ő most turistaként vagy életvitelszerűen, hogy mondjuk volt itt valamilyen kapcsolata, a barátnő, barátok, bárki, nem lehet róla tudni. Nyilvánvalóan, amíg folyik a nyomozás, ugye addig a TEK is egy kicsit visszatart információkat, mert lehet, hogy esetleg más személyek ugye érintettek ebben, mondjuk akitől akart esetleg lőfegyvert, robbanóanyagot keresni. Ilyenkor értelemszerűen a nyomozók mindig visszatartanak ugye információkat, tehát nem akarják azt, hogy ha mondjuk valaki ellen nyomoznak, hogy valaki gyanúba került, ugye akkor az hirtelen mondjuk kereket oldjon, mert lejön mondjuk a sajtóba, kiszivárog az, hogy például valakit még keresnek ez ügyben. Nyilvánvalóan ilyenkor a mobiltelefonnak, laptopnak, tabletnek, tehát minden adott hordozónak is ugye nagyon fontos a kiértékelése. Megnézik az előzményeket, hogy ugye miket keresett, hogy említettem például a darkneten, ugye nagyon sok fegyvert kínálnak eladásra. Volt már olyan terrortámadás például Németországban, Münchenben, ahol egy fiatal, még fiatalkorú, tehát 18 év alatti fiú vásárolt egy színházi kellékből visszaalakított Glock típusú 9 mm-es pisztolyt lőszerrel együtt, és azzal követett el merényletet, több másik fiatalt meglőtt vele a McDonald's-ben. Úgyhogy nyilván itt nagyon fontosak ugye mindig az első órák, hogy kiderítsék azt, hogy kivel volt kapcsolata, megnézik nyilvánvalóan a híváslistát, SMS-t, kivel csetelt. Tehát megpróbálják felderíteni, hogy voltak-e ugye más személyek involválva, hogy valóban akart-e egy merényletet végrehajtani, mert ugye az is elképzelhető, hogy egyszerűen csak mentális sérült, drogok hatás alatt valamit kiposztolt. Tehát ugye ez sem kizárt, ilyenkor nyilvánvalóan azért szakértőknek, pszichológusoknak, pszichiátereknek a bevonásával folyik a vizsgálat, hogy mit lehet erről a szeméről kideríteni, és hogy mennyire volt konkrét ez a fenyegetés, de hát ugye, ha valaki közveszéllyel fenyeget, hát nyilvánvalóan már az is komolyan kell venni. Igen, persze, igen. Mindenképpen. Meg azért, ha jól tudom, itt nem egy szál videóról volt szó, hanem több ilyen fenyegetőző videót is feltett a közösségi médiába. Ez egyébként mennyire jellemző így a tömeggyilkosi szándékú emberekre, hogy azért előzetesen fenyegetőznek, illetve úgymond megosztják azt, hogy mire készülnek. Hát utóbbi időben eléggé. Tehát, hogyha megnézzük a különböző merényleteket mondjuk az Egyesült Államokban, amikor voltak ilyen, vagy iskolai lövöldözők, vagy pedig akik ilyen tömeges mészárlásra készültek, ha más nem néhány perccel ugye a merénylet előtt, vagy akár élőzve például megosztották ezt. Tehát azért lehet készülni, tehát lehetett arra számítani ugye a hatóságoknak, hogyha valaki például egy bejelentést tett a hatóságok felé, hogy ezt komolyan is gondolja, meg azért úgy hozzáteszem, hogy sikerült már így merényleteket meggátolni, ugye, hogy valaki közzétette azt, hogy gyilkolni szeretne, vagy pedig ugye, mint például ez a magyar fiatal is, aki a volt általános iskolájába ugye akart tanárokat és diákokat gyilkolni, hasonló módon, mint hogy Szerbiában sajnos az a fiatal fiú meg is tette, ugye, igen, akit valami miatt bántottak a kis társai, és egy 13 éves fiú, aki hozzájutott ugye az édesapjának a lőfegyveréhez, valahogy
megfigyelte, hogy mi a széfnek az árkombinációja, azt kinyitotta is, ugye bevitte ezt a pisztolyt, és azzal gyilkolt. Tehát nagyon-nagyon komolyan kell venni, és mondom, a tapasztalat az, hogy megosszák, hogy nem lehet tudni, ugye nem vagyok pszichológus, hogy ez egyfajta segítségkérés, hogy talán abban is reménykednek, hogy ezt valaki jelenti majd, és akkor meggátolják ezt a tettet. Az is lehet, hogy vannak olyanok, akik ezzel kérkedni szeretnének, vagy ott volt például ugye Új-Zélandban merénylő, aki bement egy mecsetbe, és agyonlőtt több muszlim embert, akik éppen vallásokat gyakorolták, és ez az ember is például élőzött, tehát Facebook live-ban tolta azt, hogy ő ártatlan embereket meggyilkolt egy mecsetben, akik éppen imádkoztak. A hatóságoknak egyébként megvan ahhoz a megfelelő eszközük, technológiájuk, hogyha egy ilyen jellegű tartalom felkerül a közösségi média világába, akkor ezt szinte azonnal érzékelik, vagy azért ez nem olyan egyszerű? Hát azért nem olyan egyszerű, ugye itt attól is függ, hát rengeteg tartalom kerül fel, tehát aki így böngészik, nem tudom, legyen az YouTube, vagy legyenek akár ezek a release videók, például Instagramon, Facebookon, bárhol, tehát brutális mennyiségű tartalom, tehát tartalmak milliárdjai kerülnek fel minden nap. Nyilvánvalóan vannak olyan algoritmusok, ugye, amik kiszűrik azt, hogyha valaki, nem tudom, lőfegyverrel pózol, fenyegetőzik, gyűlöletkeltő videókat tölt fel, de azért mindent ennyire kiszűrni nem lehet. Tehát nyilvánvalóan itt az is nagyon fontos, hogyha valaki, mondjuk maradjunk egy iskolánál például, tudomást szerez arról, hogy iskolatársa azzal fenyegetőzik, hogy egy merényletre készül, akkor ezt azonnal jelenteni kell, tehát mind tanároknak, szülőknek, hatóságoknak, tehát hogy ezt sikerüljön ugye meggátolni, csirájában elfojtani, mert hát nincs annál borzalmasabb, amikor tényleg ártatlan emberek halnak meg, amikor gyerekeket gyilkolnak, csak azért, mert mondjuk stalking volt, bántották az iskolába, ugye Németországban is történt most ilyen eset, hogy ugye a halára késeltek egy 13 éves kislányt, más 10 éves kislányok, csak azért, mert valamilyen nézeteltérés volt köztük. Tehát mondom, döbbenet, hogy a fiataloknak mennyire lecsökkent így az inger küszöbe, mert belegondolok, hogy mondjuk én gyerek akkor maximum, nem tudom, püföltük egymást a tornazsákkal, meg hasonlók. De most ugye nagyon sokszor előfordul, hogy kést, boxert, viperát, vagy éles lőfegyvert, vagy gázviaszkót visznek be iskolákba. Sajnos Németországban is már néha úgy elfajult a helyzet, hogy egyes iskoláknál beléptető kapukat szereltek fel, ahol egyenruhás rendőrök segítik a biztonságiaknak a munkáját reggelente a beléptetésnél, mert olyan sok veszélyes tárgyat vittek be a diákok, hát ugye akiknek azért mondanom se kell, 80-90%-a már migrációs hátterű, de volt ott is olyan, hogy gáziasztó pisztolyal valaki közvetlen közelről például nyakon lőtte az iskolatársát. Hát ugye nagyon súlyos égési sérüléseket szenvedett, meg hát ugye azért egy pszichés traumát is. Tehát úgy azt lehet látni, hogy lecsökkent az inger küszöb, és nagyon sokszor súlyos sérülést, vagy akár halált is okoznak. Tényleg bagatell kis dolog miatt, beszólások miatt, Facebook posztok miatt, Insta posztok miatt. Igen, hát ebbe a szakértők szerint ugye kőkeményen benne van a videójátékoknak is a világa, ahol aztán tényleg kedvére püfölhet bárki, bárkit, és sokszor összekeverik a realitást a fikcióval. Igen, igen, sajnos ez előfordul, tehát ezt megállapították tényleg világszerte szakértők, hogy akik vonzódnak ezekhez az erőszakjátékokhoz, vagy akár filmekhez is például, ugye egy német esetet hozhatnék fel Frankfurt am Main közelébe, ahol például egy fiatal 17 éves fiú megnézte több száz alkalommal a Sikoly című filmet, beszerzett magának egy ilyen jelmezt, a megfelelő maszkon, meg egy kést, és meggyilkolta a szomszédba lakó kislányt, amikor annak a szülei elmentek színházba. Tehát után játszotta egy gyermeken ezt a jelenetet. Tehát nála is ugye megállapították utána az igazságügyi orvos szakértők, hogy annyira belemerült ebbe a filmbe, annyira benne élt, hogy számára is elmosodott ugye a valóság, és egy ilyen saját belső világba élt, és így követte el ezt a borzalmas bűncselekményt. Visszatérve erre a 45 éves norvég férfi esetére, ilyenkor, ha mondjuk találnak ilyen jellegű tartalmakat a neten, ezt egyébként a tech találta meg konkrétan, vagy esetleg inkább bejelentés érkezhetett, vagy ezt nem tudjuk? Nem, nincs erről információm. Van, hogy bejelentés érkezik, van olyan például, hogy partnerszervezetek is értesítik egymást, hogy mondjuk, ha valaki
egy adott országban tartózkodik, de külföldi, maradjunk most itt a Norvégnál, ugye norvég nyelven közé tesz valakit, nyilvánvalóan akkor ez esetleg a norvég titkosszolgálatnak ugye megjelenik, mert van olyan algoritmus, olyan figyelőrendszere, ami ezt feldobja, és ilyenkor értelemszerűen ugye azonnal megy az információ a különböző partnerszervezetekhez, hogy itt meg kell gátolni esetleg egy terrortámadást, tehát ez nagyon fontos. Többször volt már ilyen, hogy akár német hatóságokkal, akár amerikai hatóságokkal ugye történt információ csere, és ezáltal súlyos bűncselekményeket sikerült meggátolni. És ilyen esetekben mindig a tech csap le, vagy azért ez változó? Nem, a tech ugye, mert nem lehet tudni adott pillanatban, hogy van-e például lőfegyver, van-e robbanóanyag, készül-e mondjuk valamire, akár gyártott magának egy robbanó mellé. Tehát nem lehet tudni, hogy az ilyen mentálisan sérült embereknél, hogy mire képesek. Egészen másképp reagálnak, mint mondjuk egy egyszerű bűnöző, akit most mondjuk adócsalás miatt, rablás miatt, vagy bármi miatt ugye köröznek, és kimennek, ugye a rendőrök is őrizetbe veszik, de sokszor még ott sem lehet, ugye lehet látni, hogy ez a fiatal magyar rendőr kolléga, ugye, aki az életét vesztette a télen a 11. kerületben egy teljesen egyszerű rendőri beavatkozás alapján, mert ugye tele volt pumpálva drogokkal. De amikor ugye arra készül egy rendőrhatóság adott esetben a TEK, hogy egy olyan szemét vegyenek őrizetbe, akinél lehet lőfegyver, lehet robbanóanyag, lehet, hogy mentálisan sérült, nem lehet tudni, hogy reagál, milyen eszközök állnak a rendelkezésére a lakásban, akkor nyilvánvalóan mindig a terror elhárításnak a primér feladata, hogy ezt az embert őrizetbe vegye, és átadja ugye az ügyészségnek, átadja a bíróságnak, a nyomozó kihallgathassák, mert ugye, tehát mondom, egy egyszerű rendőri járőr nincs felkészítve olyan feladatra, hogyha mondjuk egy gyors tüzelőfegyverrel, mondjuk egy gépkarabéllyal hirtelen valaki elé lép, vagy mondjuk egy öngyilkos mellé van rajta. Nyilvánvalóan terror elhárító osztagoknál, mint a TEK, ott azért vannak túsztárgyalók, vannak orvosok, vannak pszichológusok, tehát olyan emberek vannak a csapatban, akik ott azonnal agálni tudnak, tehát érdemmel tudnak kezdeni mondjuk egy túsztárgyalást, egy beszélgetést, úgy, hogy elálljon ez a személy a céljától. Tehát olyan speciális tréningen mennek át ugye a terrorelhárítók, amivel egy rendes járőr nem rendelkezik. Világos. Akkor most váltsunk egy kicsit témát. Orosz-ukrán háború. Pár hete ugye tart már az ukrán ellentámadás. Hogyan lehet értékelni ezt az elmúlt pár hetet? Mennyire mondható sikeresnek egyelőre az ukrán ellentámadás? Egyáltalán nem, ezt be is ismerte Ukrajna, például a mai német köztévébe, az ARD-be is lejött az ukrán kormánynak egy ilyen rövid kis tájékoztatása, hogy sokkal nehezebb a helyzet, mint amivel számoltak volna. Nagyon erős az orosz ellenállás, hídfőállásokat építettek ki mindenütt, aknamezők vannak, dróntámadások vannak, tehát nincs az a lendület, amire ugye nem csak az ukránok, hanem olyan mondjuk Brüsszel meg a nyugat, akik Ukrajnát fegyverekkel és pénzzel támogatják, számoltak. Tehát ez nincs meg, és hát 30%-át már a nyugati páncélosoknak el is vesztette Ukrajna. Tehát nagyon, hát azt mondom, egy csúfos vereség, aminek ugye elébe néztek, mert beharangozták, és például egy német tábornok nyilatkozott a német tévében, a Bundeswehrnek az egyik vezérkari tisztje, hogy nagyon nagy hiba az ukránoktól, hogy minden készülő offenzívát előre beharangoznak a médiumokba, és nyilvánvalóan, tehát az orosz fél erre akkor készülni tud. Összpontosítanak arra a területre, és hát most is ugye hónapok óta igazából haditikokat kürtöltek szét, hogy hol akarnak támadni, el akarják vágni az orosz vonalakat, hogy szeparálják a Donyecket a Krímfélszigettől. Hát nyilvánvalóan, hogy az oroszok ezt nem várták meg, hanem megfelelőképpen reagáltak, és hát nyilván az orosz elhárítás megszerezte a nyugati páncélosoknak a tervrajzait, tehát tudják, hogy hol kell ugye ezeket a páncélozott járműveket támadni, hol a leggyengébb a páncélzat, például ugye a torony felső részén, ahol ugye a beszálló nyílás is van a katonák számára, és hát például Lancet típusú drónokkal támadták ugye ott felülről ezeket a páncélosokat is, sikerrel nagyon sokat ki is lőttek közülük, vagy pedig ugye meg is szereztek például páncélosokat, amikor ugye a legénység elmenekült, vagy pedig megadta magát. Ugye Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy ez nem egy hollywoodi film, tehát ezt nem kell azonnal megnyerni, el is húzódhat, vagy lassan, megfontoltan kell végigcsinálni. Mennyire húzódhat el egy ilyen ellentámadás, és mi az, amikor már úgy nincs értelme? Hát ez most már nagyon elhúzódik, hát a nyár derekán vagyunk, ugye a tavaszi offenzíváról beszéltek, pár nap is július hónapot írunk, úgyhogy... Hamis az az ukrán narratív, hogy ez csak ilyen puhatolózás volt, hogy ki akarták tapasztalni, hogy milyen a front. Hát 2 óra alatt elvesztettek durván 350 katonát.
elvesztettek 90 dal a páncélozott járművet, mondom, 2 óra alatt, tehát ez nem puhatolózás volt, hanem ez kikapás, ez vereség volt, mert hogyha valaki ugye puhatolózni szeretne, hát arról vannak a felderítő csapatok, a felderítő drónok, ott van rengeteg műhold felvétel, amit kapnak az Egyesült Államoktól az ukránok, ugye a CIA-nak és az NSA-nek fönt lévő műholdjainak a képeit, ugye átvizsgálják nyilvánvalóan a Pentagonban is, hogy nincs semmi olyan rajta, ami amerikai nemzetbiztonsági érdek érintene, és utána ezt az ukrán fél megkapja. Nyilvánvalóan ezzel kell élni, hiszen ezek nagyon pontos, nagyon jó minőségű felvételek, ahol hát ha nem is real time, de 2-3 óra eltéréssel ugye látják az orosz csapatmozgásokat. De az, hogy neki mennek egy front szakasznak, elkalapálják őket brutális mód, és utána azt mondják, hogy hát ez csak egy ilyen főpróba volt, tehát ugye ez kevésbé hihető katonai vagy politikai szakértőknek a számára, és azt lehet látni, hogy valóban megtorpant ugye az ukrán ellentámadás, hogy napok óta nem történik semmi, maximum az, hogy lövik ki a páncélosaikat. Még egy témában hadd kérjem ki a véleményed, úgy láttam, hogy te is foglalkoztál a saját videódban azzal a bizonyos eltűnt tenger alatt járóval, a Titánnal, és hát sajnos most már tudjuk azt is, hogy valószínűleg összeroppant ez a kis mini tenger alatt járó, ahogy süllyedt le. Ha jól tudom, te is búvárkodtál, tehát azért ismered itt a tengeri merülésnek a viszontagságait, kockázatait. Mitől roppanhatott ez így össze? Majd lesz egy szakértő kollégánk is a témával kapcsolatban, de érdekel a véleményed. Hát ugye óriási nyomás van ezekben a mélységekben, tehát ha az ember már lemegy csak mondjuk 30-40 méter mélyre, ami ugye a határa a normál sűrített levegős merülésnek, vannak nagyobb mélységű merülések, ugye már speciális gázkeveréket is kell használni, úgynevezett nitroxot, meg vannak ugye katonai merülések, amikor például a szervezetet ugye feltöltik először, nagy részt ugye tiszta oxigént lélegeznek be a katonák, hogy nagyobb mélységbe tudjanak merülni, tehát vannak ilyen technikák, de ezek mind nagyon veszélyesek. Például volt olyan bajtársam, aki 700 méteres mélységig is lement. Puh. Tehát vannak speciális merülések. Ezt ő egy búvárkapszulából csinált, és a felfele vezető út, most nem akarok butaságot mondani, aztán valami 3 hét volt. Tehát amíg a dekompressziót ott végrehajtották. Tehát 3 hétig egy búvárharangba élt, amit így húztak fel folyamatosan, ugye, hogy csökkentsék a mélységet, csökkentsék a szervezetben felhalmozódó nitrogéngáz, mert az ugye nagyon veszélyes. Tehát ezért nem szabad merülésből rögtön felmerülni, hanem vannak úgynevezett biztonsági megállók, vagy dekompressziós megállók, mert különben hát olyan lenne az ember szíve, meg a véredények, mint egy jól felrázott kólás üveg, tehát ott buborékok képződnének, és hát jobb esetben idézőjelbe téve csak mondjuk bénuláshoz vezet, mert mondjuk buborékok alakulnak ki például a gerincvelőben, rosszabb esetben, meg általában ugye ez halálhoz is vezet, tehát ez a híres keszonbetegség köznapi vagy régebbi nyelvén. És tehát ezt, hogy kiküszöböljék, ugye különböző nyomáskamrák vannak, de itt visszatérve egy kicsit akkor a Titanra vagy a Titánra, azt olvastam több lakban, és azt nyilatkozták amerikai tengerészeti szakértők is, hogy az a panoráma ablak, ami a járműnek, a Titannek az első részén volt, ahol ugye meg lehetett tekinteni a Titaniknak a roncsait, igen, az mindössze 1300 méteres mélységig volt bekalibrálva. Fú. És ugye itt közel 4000 méteres, igen, mélységet merültek. Azon felül ugye sokan mondták, hogy be se volt vizsgálva ez a tengeralattjáró, már kérték a céget, az Ocean Gate Expedition tengeralattjáró gyártó cégek, hogy független szakértők vizsgálják meg ezt az eszközt, mert egyszer egy merülés katasztrófába fog torkolni. De, hát így, de akkor hogy mehetett le? Tehát, hogy engedélye volt merülni? Hát őszintén ez már tengeri jog, tehát ehhez nem értek, ugye, hogy nemzetközi vizeken, ahol a roncs is fekszik, milyen engedélyekre van szükség ahhoz, hogy valaki ilyen túrákat vezessen, és ugye egy mini tenger alattjárót üzemeltessen. El tudom képzelni, valamilyen engedélyük lehetett, mert hogy ugye van egy kísérőhajó, onnan engedték le ezt a kis kapszulát, ami nem is igazi tenger alattjáró, hanem úgynevezett egy merülőhajó, tehát egy valóban egy kapszula, amiben ugye 5 ember fért el, és ez nincs is olyan manőverező képessége, mint egy rendes tengeralattjárónak, és ez a mélység 4000 méter, ez már jóval meghaladja ugye a katonai tengeralattjáróknak is a merülő képességeit, tehát itt már csak ilyen speciális
kutató és merülő robotok szoktak emberek nélkül merülni. Például az egyik, amelyik megtalálta ugye most a roncsot is, és hát mivel olyan nagy területen van szétszóródva, ugye azt feltételezik, hogy a víz behatolt és szétnyomta, tehát implodált a kapszula, és hát ugye abban reménykedik mindenki, hogy gyors haláluk volt szegényeknek, tehát nagyon katasztrofális, ugye egy pakisztáni férfi a 19 éves Igen. fiával vett részt ezen a merülésen. Tehát el lehet gondolni, hogy az édesanyja, a feleség most ilyenkor mit Borzasztó. érezhet. Tehát Ráadásul egy azt borzalmas olvastam, dolog. hogy nem is akart a fiú menni, tehát így az apja miatt vállalta be. Hát igen, egy jó kis izgalmas apa-fia programot terveztek, ami borzalmas. Tehát én is belegondoltam, hogy bevállaltam volna ezt, ugye, hogy 8 órán keresztül ülni ebben a kapszulában. Én se vagyok benne biztos, bár amilyen bolond vagyok, nyilvánvalóan elmentem volna én is, csak ugye hiányzik a 250 ezer dollár, hogy egy ilyen Hát igen. expedíción részt vegyek. De valóban ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát ugye ami technika, az el is romolhat, főleg, hogyha nem egy bevizsgált, nem ilyen mélységekre tervezett járműről beszélünk. Tehát ott olyan iszonyatos víznyomás van, hát gondoljunk bele, 4 kilométer mélyen vagy, és az a víznyomás ugye nehezedik ott az eszközökre. Tehát brutális, hogy miről beszélünk, hogy hány hektopaszkál nyomás van, és hát sajnos ehhez vezetett, ugye, hogy ez a kis készülék valóban megkivásodott valamilyen formában, és hát a benne ülők meghaltak, és ez nagyon szomorú valóban, mert ugye Igen. emberi életek mentek itt gajra, és igazából csak azért, mert esetleg nem vizsgálták be ezt a szerkezetet, vagy egyes részeit, hogy jók-e, alkalmasak-e ilyen mélységi merülésre. Igen, 5 fő veszett oda, és hát azért tanulságos is a történet, hogy szép dolog a kalandvágy, de azért hát mérlegelni is kell a dolgokat. Nagyon szépen köszönjük Georg Én köszönöm Spötlének, a hogy a kedves meghívást. rendelkezésünkre álltál. Minden jót, szép hétvégét Szép hétvégét kívánunk. kívánok mindenkinek, szervusztok! Köszönjük, szia!